Ezt láttad már? Mit? Mikor a Pali elmondja TikTokon, hogy hogyan lehetsz milliómos. Ja, persze. Mindenki szerint ő lesz a következő milliárdos influencer. Egyébként te mivel produkálnád magad? Ezt még nem tudom. Te mit csinálsz, Instaza? Igen, bekövettem ezt az elmebeteget, aki UFO-ba operáltatta magát. Sziasztok! Szia! Bocsánat a zavarásért, de a térképünk szerint van egy nagyjából 200 méter egy lejárat a Dunapartra. Nem tudjátok, jó helyen járunk? Igen, igen. Ott jobbra tovább mentek, aztán a nagy fa mögött lesz a lejáró. Köszönjük! Egyébként, ha nincs jobb dolgotok, velünk tarthatnátok, épp kilbótozni megyünk. Rendben. Kilbótozni az mi? Nem tudom, szerintem valami evezős hajó, vagy ilyesmi. Szerintem őket cserkész csapat. Honnan tudod? Az öltözékükből. De menjünk inkább segíteni. És mi ez a jel, amivel köszöntesz? A három új jel képezi azt, hogy Istenhez, hazához és embertársaidhoz hű vagy. Mi így köszönünk egymásnak, és közben pedig bal kézzel fogunk kezet. Jó munkát! De miért bal kézzel? Ennek nagyon egyszerű oka van. Régen a jobb kezükben a cserkészeknek egy bot volt, amivel túráztak. Elhesegették vele a kutyákat, esetleg még a medvéket is, ha úgy adódott. És a szeretet jelképe a bal kézzel való kézfogás. Mit szólnál ahhoz, hogyha én felvennélek titeket, miközben hajóztok? Csak nyugodtan. Képzeld, tavaly nyáron ilyenkor a dögmelegben a szobámba ültem és püföltem a klaviatúrát. Valami tankos számítógépes játékkal játszottam. World of Tanks? Talán igen, de már nem is emlékszem. Egyik osztálytársam elhívott túrázni, és már első nap annyi élményben gazdagodtam, hogy nem is érdekelt a számítógépes játék. Eveztünk, megtanultam tüzet gyújtani, sátraztunk, hálózsákban aludtunk, reggel pedig közösen készítettünk reggelit. Látod? Ez az, amit sosem tudnék megunni. Éreztétek magatokat itt nálunk a mai napon? Remekül. Ami igazán tetszett, persze a programokon kívül, az az, hogy senki nem akart minket rávenni arra, hogy legyünk mi is cserkészek. Erre semmi szükség. Mi a magyar kultúra, hagyományok, értékek megismerését és a szociális érzékenység fejlesztését tűztük ki célul. Akiktől nem állnak távol ezek a dolgok, azok örömmel csatlakoznak hozzánk. Akkor jöhetünk máskor is? Persze, de más civil szervezeteket is meglátogathattok ám. Miért is ne? Akkor felteszek egy kérdés nektek. Ismeritek a huculavakat?
Huncut? Lovak? Nem huncut, pucul. Nem ismeri, fogalmunk sincs. Se baj, majd Szigetcsépen meglátjátok őket akkor. Figyelj, a hucul ló a huculok mindenes kis testű lova, amit a Kárpátok póniának is neveznek. Ez egy nagyon erős, rendkívül szívós és ellenálló lófajta. Jó, de kik azok a huculok? Jogos kérdés, egy pillanat is megnézem. A huculok az ukrán Kárpátokban elhelyezkedő hucul vidéken, vagy más néven hucul földön élő ruszin etnográfiai csoport. Hát ez nem mondások, minden, de rendben. Igazából nekem sem, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon kicsi népcsoport. Kb. 30 ezeren vannak. Hát ez tényleg nem sok. De igazából engem a lovak jobban érdekelnek. Szóval azt írta, hogy ez egy nagyon erős, rendkívül szívós és ellenálló lófajta. A hucul lovak általában nyugodtak, lovaglásra, illetve kocsihúzásra egyaránt használhatók, míg az egyébként megközelíthetetlen erdős területeken is. Akkor ezek ilyen turbópóni? Igen, és nézd meg, milyen aranyosak! De nézd, itt is van, meg is érkeztünk. Mire vagytok kíváncsiak? Hát úgy gyakorlatilag mindenre. Szigetcsépen vagyunk a szigetcsépi hucul ménesnél, és hogy miért éppen hucul, ez onnan indult, hogy az alapvető hobbink a lovasíjászat volt, és ahhoz kerestük a legkorhűbb lovat. Hát akkoriban, még amikor ezt elkezdtük jó 15 évvel, 20 évvel ezelőtt, akkor még ilyen fajtájú, ezt az őshonos kisló fajtából nagyon kevés volt az országban, és ha azt akartuk, hogy legyen elég a baráti körnek, hogy mindenki lóra ülhessen, akkor magunk kellett belevágnunk a lótenyésztésbe. A lovasjászatra én úgy gondolom a legjobb fajta a hucul. De ez a felszerelés, ha jól látom, nem ijászathoz való. Teljesen jogos a kérdés, hiszen egy kis kanyarral kerültünk el a pólóhoz, azon belül is a hucul pólóhoz, hiszen a lovasjászatnál alapvetően a versenykörülmények között egyenes pályán kell vágtatni, és akkor oldalra célzott lövéseket előre, oldalra és hátra leadni. Ezzel szemben, hogyha az ember harci körülmények közé kerülne, akkor nagyon együtt kell tudni működni a lóval, és ehhez, hogy hogyan tudjuk magunkat, illetve a lovakat is kiképezni, kerestünk egy játékot, amivel gyakorlatilag ilyen játékos formában fel tudunk készülni az igazi csatára. És így jutottunk el a pólóhoz, amely teljesen magával ragadott minket. Szerintem mindenkinek érdemes ezt kipróbálni. Mit szóltok hozzá? Én inkább maradok itt. Én szívesen megyek. Ez a helyes hozzáállás. Nyerek be! Na hát ő itt Gurgul Keszi, az egyik póra használt huculunk, vele szoktunk gyakran játszani. Van egy kis különbség a korábban látott pacik, illetve ő között, hiszen ha látod, a sörénye rövidre van nyírva, illetve a farka föl van kötve. Amikor ütünk, a lendítünk az ütővel, akkor gyakorlatilag benne akadjon annyira olyan könnyen. Az, hogy pedig, hogy miért van plusz heveder, az azért, mert nagyon fontos, hogy stabil ülés biztosítson, hiszen közben, miközben lovagolunk, balra, jobbra kihajolunk a nyerekből, és próbáljuk ütni a labdát. Ez egy kemény sport, eredetileg egy harcra felkészítő játék volt. Próbáljuk az ellenfelt is akadályozni, hogy eredményesen eljusson a kapuba vele. Ezt például úgy lehet elérni, hogy a másik ütőjét akasztjuk, illetve vált-válnak vetve próbáljuk lelökni róla. Ha van kedved, akkor gyerek be! Hát jó, akkor megpróbálom.
Á, nem vészes. Szerencsére már leszálltam a lóra, és nem ottan estem le. De inkább ne beszéljünk róla, mert rosszul leszek. Miért? Nem bírod a vérlátványt? Nem, kicsi korom óta elájulok, ha tűnt látok. Ez biztos nem te leszel, aki majd vért ad? Sajnos nem. Pedig tudom, hogy nagyon sok embernek van szüksége vérre. Nem baj, te felültél a lóra, én meg majd adok vért. Na merre mentek, srácok? Csak ide a közelbe megyünk, Dunavarsányba. Már az jutok, én is arra megyek, pattanjatok be. És mit csináltok erre itt mi felénk? Meglátogatjuk a közeli civil szervezeteket, én pedig forgatok róla egy videót. Ah, ez érdekes. Amikor én voltam fiatal, még nem nagyon voltak ilyen civil szervezetek. Mi csak itt bandáztunk a haverokkal, itt a sinek mentén sörös kupakokat lapítottunk, meg gyűjtögettük az üres üveget, hogy legyen egy kis zseppénzünk. Ma már nincsen üveg, csak műanyag. Ne is mondd, talán túl sok is. Amikor nyaranta a nagyszüleimnél voltam, nagypapám délutánonként elvitt egy idős nénihez, aki egyedül élt, fát kellett hasogatni. Nem is nagyon értettem, hogy ilyen nehéz fizikai munkára, hogy nem kapunk semmiféle honoráriumot. Na jó, mondjuk a zsíros kenyeret a hagymával lesz számítva. Ki volt ez a néni? Nem tudom, nem nagyon emlékszem, hogy ismertük volna. Na, nagypapám egy református ember volt, akinek nagyon fontos volt, hogy segítsen az embertársain. Biztos tudjátok a történelmi könyveitekből, hogy a szocializmus idején üldözték az egyházakat. Ennek ellenére itt Dunavarsányban 1958-ban megépült Dunavarsányi Református Egyházközség temploma. Na jó, nem mutatlak titeket ilyenekkel, de ha már itt vagytok, szerintem mindenképpen ugorjatok be a Református Missziói Alapítványba. Köszönjük az ötletet. Felírtad? Persze, persze. Na, hol tegyelek ki titeket? A Solideo Gloria közösségi házhoz megyünk. Ezt komolyan mondjátok? Hát igen, úgy hallottuk, hogy ott lesz most az önkéntes véradás. Na, ez viszont nagyon szép cselekedet. Én is voltam sokáig véradó, de manapság nem nagyon tudok már, mert magas a vérnyomásom. De ne parázz, nem fog fájni, utána meg olyan leszel, mint egy szupermen! Nagyon örülök, hogy megismertek titeket. Csak reménykedni mertem benne, hogy manapság is vannak még ilyen lelkes, segítőkész fiatalok. Köszönjük a fuvart és az érdekes történeteket! Na, milyen volt? Túlélted? Nem volt rossz, de azért egy kicsit féltem, amikor beszúrták az injekciót. Jaj, ne! A részletektől kínálj meg, kérlek. Bocs, majdnem elfelejtettem. De amúgy tényleg igaz, olyan, mintha tele lennék energiával. Az nagyon jó, mert én még szeretnék elmenni a Református Missziói Alapítványba. Egyébként tudtad, hogy a Református Missziói Alapítvány Pest megyei civil közösségi szolgáltató központ címbirtokosa? Kicsit összezavarodtam. Na figyelj, az a lényeg, hogy ez az alapítvány Pest megye közel 10 000 civil szervezetét hivatott jogi, pénzügyi, pályázati, adminisztratív és PR tanácsolással segíteni. Szóval, hogyha még mindig kisfilmet szeretnél készíteni a helyi civil szervezetekről, akkor velük mindenképpen foglalkoznod kell, mert ők végzik a megyei civilek térítésmentes megsegítését. Te aztán jól felkészültél. Amíg bent voltál, megnéztem a honlapjukat. Egyébként vallásos vagy? Hát úgy nem is tudom, hiszek valamiben, meg úgy meg is vagyok keresztelve, de templomban nem nagyon járok. Te? Figyelj, mindenki hisz valamiben, valaki a szerencsében, vagy a véletlenben, és igen, én Istenben hiszek. A nagyszüleim például, akiket nagyon szeretek és tisztelek, vallásos református emberek. A nagymamám például mindig azt mondja, hogy nekünk fiataloknak nagyon nehéz lehet megtalálni a jó utat, mert rengeteg hamis báványjal vagyunk körülvéve. Szóval érted? Hát valami olyasmi, hogy megpróbálják velünk elhitetni az, hogy
kényelmes és boldog életünk lehet anélkül, hogy bármiben is igazán hinnénk. De gondolj bele, ha például ránézek az Instára vagy a Facebookra, azt látom, hogy mindenki, vagy legalábbis a többség biztosan, olyan posztokat tesz fel, amiben isteníti önmagát. Mutogatják, hogy nekik milyen jó életük van. Minden erről szól. Lefotózzák magukat különböző ruhákban, dicsekednek azzal, hogy merre jártak, mit ettek, milyen autójuk vagy lakásuk van. Holott a Földön rengetegen szenvednek és nélkülöznek. De valamiért mégis mindenki úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Mintha mindenkinek az élete tökéletes lenne. Szóval ez az egész közösségi média dolog egy átverés. Nem csoda, ha ennyien kiábrándulnak, mert azt hiszik, ilyen a valódi világ, és ehhez próbálják hasonlítani a saját életüket. Igen, ebben igazad lehet. De az jó, hogy én felvettem ezeket a helyeket, ahol voltunk, nem? De, az nagyon jó dolog. Akkor fejezzük be. Mi van, most keltem? Nem, csak megfáztam valahol, vagy allergiás vagyok valami. Az nem jó. Akkor már nem is jössz. Nem hiszem, inkább megpróbálom pihenni. Pedig egész sok érdekes program van. Bár mondjuk kicsit rossz az idő. Akkor csinálj pár videót a mobiloddal, aztán majd megmutatod. Rendben, ez egész jó ötlet. Neked meg jobbulás. Köszi. Na, szia. Szia. Milyen gyorsan elment ez a nyár, nem? Igen, és nagyon sok élményben volt részünk, de a munka még csak most kezdődik. Tényleg kisfilmet csinálsz a civil szervezetekről? Tudod, mit kértem szülinapomra? Egy pucul lovat? Nem. Egy vágóprogramot. Meg szeretnék tanulni vágni, legalább hobbi szinten, aztán meg majd meglátjuk, mi sül ki ebből. Én nem akarok belekontárkodni, de szerintem jobban tennéd, ha felvennéd, ahogy alkonyodik. Jó lesz a végére.